Sziasztok srácok, én Jászmin vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóval. Most Sims 4 100 baba kihívást fogom teljesíteni. És lesz egy kutyám is. Vagy egy macskám, még nem tudom. Eddig ez jó szerintem. Ez is. Ja, ez nem. Jó. Nektek mi a kedvenc kutyafajtátok? Írjátok majd le kommentbe. Nekem kettő van. A dalmata, meg a husky. Én a Sims-be nagyon gyorsan fogok tudni Sims-et készíteni, mert már régóta Sims-ezek, és eddig a rekordom egy perc szokott lenni. De most már több lesz, szerintem. Na, akkor most jön a bulizós ruha. Szerintem ez tökéletes lesz. Kész. Akkor most jöhet ez. Fürdőruha. Hát, fehér ruhát nem adok rá. Ez tuti. Na akkor jöhet a kutya vagy macska. Nem, nem, ez nem. Van egy ötletem. Becsukom a szemem, és úgy döntök. Hát, a kutya lett. Hát, akkor... a két kedvenc kutya fajtámat fogom akkor összepárosítani. Nézzük, hol a husky. Husky. ez nagyon jó. Na, akkor ez lesz. Fejét egy kicsit megváltoztatom. Ez. Hoppá. Akarom ezt. Mutasd a fogait. Nem. Na. A feje nagyon rossz lett. Na. De nem kell ennyire közel. Na mindegy. Akkor legalább az órát megváltoztatom. Legyen fekete. Most úgy néz ki, mintha nem mosolyogna. Nem érdekel. Meg lesz változtatva a feje. Na így már mindjárt kedvesebbnek tűnik. Hasonlítson a házkiről, legyen kék szeme. Kölyök kutyával fogok kezdeni, hogy ne halljon meg olyan gyorsan. Ne legyen ugatós. Beállítom az én kutyámnak az egyikét, akkor nem ilyen fajta, de akkor is a tulajdonságát azért beállítom a kutyámnak, az élő kutyámnak. Na, ő nem szeret, ő játos, egyáltalán nem hűséges, mindig szökik, és jó tájékozott. De ha nem lenne hűséges, az gond lenne, úgyhogy én inkább az egyik tulajdonságát az én kutyámnak kihagyom. Na, lánykutyát szeretnék. És legyen kislány, ilyen, akkor lesz a neve, hogy Hópihe. Ez fiú meg lány név is. Most azért nem tudok gyorsan írni, mert az egyik kezemben a telefon, amivel videózok, a másikban meg az egér, meg a billentyűzet.
Na nézzük ennek a random nevét. Ja, a kutyáknak amúgy, meg az összes állatnak nem muszáj második nevet adni. Ariel. Mondjuk a szép név. Ariel, te lettél a sellő. Van kedvetek, ezt olvasjátok el, én ezt nem olvasom el. Na, kész is vagyunk. Ja, tulajdonságok. Legyen Diana. Legyen ilyen, legyen kreatív. Jaj, az utolsót kifelejtettem. És szeressen kint lenni a környezetben. Na. Ez lett a neve neki. A második. Ja, az eső. Na. Hoppá. Kész. Nagyon szép lett, és most induljunk. Költözünk mondjuk ide, a lakmeszi szörnyhöz. Hát, mondjuk... Ez milyen két szobás? Nem tudom milyen. Hát ez... Ilyen. Elég van terület. A városban is jó lenne, de szerintem én inkább mégis ide költözöm. Na, akkor igen, ide szeretnék. És a következő videóban akkor folytatjuk, házépítés lesz. Megépítem akkor a házamat, és ennyi. Sziasztok!